Két fenyőfát is felállítottak a belvárosban szerda délelőtt. A Kossuth térre egy teherautón érkezett meg az idei fenyő, innen egy gép segítségével emelték le. A levegőben lógó fa törzsét előbb láncfűrésszel igazították meg, majd a tartó fölé emelve a helyére állították. A tavaly költöztem ide, hát gyönyörű, mind a két fa gyönyörű volt, a felső és meg ez az alsó, és nagyon gyönyörű volt. Hát lehet, hogy ez gyönyörűbb lesz a tavalyinak, gondolom, mikor fel lesz díszítve, és hát nagy örömmel várjuk az ünnepeket. A közüzem munkatársai számára már rutin feladat a fa állítása. A Kossuth tér felújítása óta minden évben kihelyeznek ide egy karácsonyfát. Ebben az évben több felajánlás érkezett, de kevés fa felelt meg a feltételeknek. Ezeket a fákat a főkertész asszonnyal választják ki a kollégák október második felében, utána pedig egyeztetés alapján a mai napra esett, hogy felállítjuk a fákat. Ezek lucfenyők, és körülbelül 8-10 méterre magasak. A Harukkern és a Kossuth teret is egy lucfenyő díszíti, melyek lakossági felajánlásból származnak. A város további két pontján találkozhatunk karácsonyfával az ünnepek alatt, a piacnál és a Németvároson. Ezeket majd a városrészek lakói állítják fel. A karácsonyfákat vízkereszt napjáig csodálhatják meg az arra járók.